A hagyományos népi jóslás szerint, ha medárd napon esik, akkor a következő 40 napban is esni fog. Ha nem, akkor pedig 40 napos szárazság várható. A hiedelem Szent Medárd frank származású katolikus püspökhöz kapcsolódik, akit gyermekkorában egy feje fölött szálló sas védelmezett az esőtől. Felnőtt korában pedig, amikor egy mulatozó társaságot nem tudott szép szóval megfékezni, esőért fohászkodott, és a lezúduló 40 napig tartó csapadék vetett véget a tivornyának. Megkérdeztünk egy meteorológust arról, hogy a szerdai medárnapi esőzés után mire is számíthatunk. A 40-ből most várhatóan még 2 lesz, tehát a mai, illetve a holnapi napon kell a megyében több felé és több alkalommal záporokra, illetve zivatarokra számítani. Alapvetően sekély ciklonok alakítják Magyarország időjárását, így Fejér megyéjét is ezekben a napokban. Így ebben az időszakban kifejezetten labilis levegő lesz felettünk, tehát a mai, illetve a holnapi nap során alapvetően felhős jellegű időre kell számítani, 25 fok körüli csúcshőmérsékletekkel. A szakember hozzátette, a hétvégére megnyugszik időjárásunk, csapadékmentes időnek örülhetünk ezen a két napon a megyében. Sok napsütésre, gomoly felhőképződésre lehet számítani, szombaton továbbra is 25-26, és vasárnap hasonlóan 25-26 fok körüli csúcsértékek valószínűleg. Ezek nagyjából megfelelnek a sok évi átlagnak, tehát amit itt június elején, közepén eddig években tapasztaltunk, az ezt jelenti, tehát ezek a 25-26 fokos maximumok, ezek abszolút átlagosnak tekinthetőek. Mesterházi András a jövő heti időjárás kapcsán biztató hírrel szolgált. Változékony, de melegebb időjárás várható, záporok, zivatarok már ritkábban fordulnak majd elő. A meteorológus a medárnapi hiedelem kapcsán azt mondta, Magyarország területén még nem fordult elő ez idáig, hogy akár egész júniusban tartósan esett volna.